Ha megbízható helyről és olcsón coin szeretnétek vásárolni, akkor látogassatok el a képernyő látható weboldalra, és használjátok a KFIFA kódot. És ha szeretnél biztosan egy Team of the Year játékos nyitni, akkor látogassatok a képernyő látható weboldalra, és használj szintén a KFIFA kódot. A linket megtaláltok a leírásban. Hello, sziasztok srácok, Kristóf vagyok, és itt is lennénk a Ibrahimovic projektes videónkkal. Negyedik rész? Negyedik rész, maybe. Így állunk most, utoljára ezt a szép gyors futó diát vettük meg. Mindenki rendben van, játszunk is le egy mérkőzést. Nézzünk, hogy állunk. Már régóta vártatok ezt a kis videót, és akkor hajrá. Na, Champions Shield, így van. Játszunk le egy mérkőzést. Az előző mérkőzésen nyertünk, hogy 2-0-ra itt tudtunk venni egy diát. Szomália is itt van a csapatba, és akkor hajrá, hát hogy állunk, chemistry-vel, mert az is jó, keressünk ellenfelet. Na nézzük, Aguero, Özil, De Bruyne, Eriksen, Matic, Ramsey, Baines, Koscielny, Cahill, Coleman és Cseh. Százas rating, vagy mit, ahogy is százas rating, be is baszna. Százas chemistry, az az összhang és 84-es rating, 4-2-3-1-es felállás, ami azért vad. Aha. Hát ez gyors. És társadalmak olyan gyorsan kapok gólokat, nem? Azt kiszedtük. Jó. Aguero basszus. Mike Mann vagy ki a kapusunk, mindig elfelejtem a nevét. Szépet védett, az biztos. Sorozatos szögletek vannak itt a kapunk előtt. Nem tudom, ötödik. Most azt már bevágom, de... Érdekes, ami történik, viszont most az ellenfél hibázik. Talán, de hát... Azt hittem szerelnem kell, és lenyomtam a izét a kört. Nem kaptunk egyikből se gólt. Az ellenfél azt hiszi, hogy könnyen játszott velünk, de reméljük nem így lesz. Szomália előbb megpróbálta leszerelni. Már is ott vagy valamelyik középpályást az ellenfélnek. Kapusunk jó formában, nem tudom mostanság, jó védenek a kapusaim. Bármelyik videóról beszélünk korábban, de jó védenek tényleg. Ramsey próbál van ott valamit csinálni, vagy nem tudom, Traoré. Ott van Ibra, ott van, de nem oda akartam, basszus. Az még jó lehet. Ibra, basszus, ezt nagyon nem így akartam. Nem lett volna rossz amúgy az egész. Szomália szépen, na végre. Diaz, most ott az Ibra, az nem volt lesz szerintem. El kell rúgnom, érkezik. Kapufa megint úgy, mint az előző, nem tudom milyen meccsen már ott rúgróliba. Há, vagy mi az út az első osztályba. Vagy Ultimate Team sorozat, most várom. Féleképpen mondtam a sorozatot. De hát, Ibra tud lőni azért. És látszok, első játékrésznek vége is van. Igazából, már még én azt tudom mondani, hogy nem mondjuk a elnyomott szerepben. Még most a lassú csapatnál például. Ott is hasonló volt. Hát jó, mondjuk... Ibra beívett labdája, a Szomália fejjel! Hát ő is az jó volt, hogy tudna egy gólt szerezni. Ibrának be! Oldalháló, vagy csevédett? Aha, csevédett. Ibra a szöglete, amíg azt mindig elfelejtem, hogy meg kellett volna cserélnem. Szomália! És az extradista Milan berúgja! Hát a semmiből mondhatom úgy. 56. perc Szomália góljával 1-1. Na hát látszik, hogy az NB1-ben nevelkedett. Hát se nem tudott mit csinálni. Ezen a meccsen, ami pont azt tervünk, hogy fejlesztést, az durva lenne. Hát kiszedtük azt is, azt kell mondjam. Durva volt. A busunk nagyon jó formában van. Ez a First Sterling, tuti inform, vagy valami ilyesmi. Ajajajajajaj, ne essünk el a labdába. Jó, rúgjuk ki, és az nem volt még tiszta felszabadítás. Kegyel nem hiszem, hogy berúgja onnan. Most már rúgjuk ki mi is. De Bruyne az már betfelt tudja rúgni. Ajj, jó. Ajjaj, és az meg kapus fétte, vagy mellé ment, nem tudom. Szerintem inkább mellé ment, így van. Ibra. Hát, nem tudom, miért nem húztam el, vagy valami, mert akkor ment volna a szitu. Hát a Sterling elmegy. Azt hittem kiadja, basszus. 74. perc, 2-1 Aguero. Az előzőt mi rontottuk el, mondjuk úgy. Abból lett ez. Aguero sokat hagy ki, tehát, hogy nem tudom. Ezzel nem fél, nem tud lőni. Volt már 30 lövés, és csak 2 gólt rúgott vele. Ibra. Hát hogyha az gyerek nem volt lees. Az azt jelenti, hogy tudunk menni, de nem, mert ott van Coleman.
Nem volt les, és így a faszul mellé rúgta. Gyerünk, Dia, de gyors vagy, mutasd meg, mit tudsz. Ibra! Mi van, rúgjuk be! Ez az! Azt a mindenit, Dia, hát... Fú! Pontot mentünk ezen a meccsen. És a második félidő alapján ez benne volt a játékban. Tibrának jobb lett volna, de... Gyerekek, ez gyönyörű volt. Azt a mindenit. Hát az ellenfél nézhet. Ja, itt megy... hülye vagyok. Megyünk tovább büntetőkkel, Így van. Mindig azt hiszem, hogy itt izé van. Mert pontot is mentünk, mert mehetünk tovább. Na nézzünk, bármi lehet itt még. Nem kellett volna, mert fogták az Ibrát. Aj, pedig vele akarok gólt rúgni. Na mindegy, most már ne legyünk ilyen önzők, mert kell ez. Ezt éreztem, hogy be fog menni. Na jó, hát most az Aguero eldönti a meccset. Ja. Na gyerek, ideig szépen helyt álltunk, de már azért elfáradtak a bronz játékosaim, meg én is kicsit még támadó maradtam. Gyere Ibra, tudom, hogy lassú vagy, meg fáradt. Én is. Nem, miért, mi történt? Átszosszó az Ibrának. Hát ja, talán hogyha meccselei lennék elérte volna. Csak nagy lesérüljenek játékosaink. Aguero 3 gól. Ibra ott lehetne még? Nem fújott be az, hogy szarrán szedik. Kiszedi. 5-2 és itt a vége. 117. perc, hát Aguero 4 gól szert az ellenfélek. Nem tudjuk megfogni a játékosaink. Annyira fáradtak, hogy bármit próbálok tenni Ibrával, vagy bárkivel, egyszerűen esélytelen. Itt a vég. Srácok, jó mérkőzés volt. Teljesen jó mérkőzés volt, ez sajnos most a csapatunk. A legrosszabb értékelésű játékos, az a Kunyé volt, de hát nem tudjuk visszafejleszteni, úgyhogy most mi maradunk így, ahogy van. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen már a figyelmet. Ha még nem lennétek feliratkozva, akkor iratkozzatok fel. Illetve nyomjatok egy lájkot a videóra, ha még nem tettétek meg volna. Úgyhogy nyomjuk ezzel a videókat, Robben Projectbe élek azért majdnem azt mondtam. Csapatunk így néz ki, az 59-es bal szélső volt a legrosszabb, de nem tudtuk lejjebb fejleszteni, értitek? Úgyhogy innen kell újraépítkeznünk, szóval srácok, sziasztok!